Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB, ez pedig itt az újévi fülelő. Mindenek előtt boldog új évet szeretnénk kívánni mindenkinek, aki eddig vagy ezután... Van ilyen izé tülkölöd? Nincs, de kellett volna szerezni. Kellett volna. Szóval bujék mindenkinek! Ha van ilyen fölös tülkölőtök, amit tülköljetek magatoknak egyet, jó? Igen, akkor ezt köszönjük szépen. Szóval először is szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt évben bár kb. Egy hónapot működtünk, igen. De mégis egy csomó visszajelzés jött, hogy néztek minket, és velünk vagytok, és reagáltatok, és kommenteltetek, és végre tudtunk beszélgetni másokkal is a zenéről, nem csak egymással, és ez nekünk baromi fontos, ezért csináljuk ezt az egészet, úgyhogy nyugodtan pötyögjetek mindenhova, mindenhez, amit szeretnétek, és mi válaszolni fogunk rá. Igen. Nagy részt, ez nagyon fontos. Voltak olyan kommentek, amikkel nem nagyon tudtunk mit kezdeni. A történtek bizonyságát adják annak is, hogy a Bulletnek vannak a leghűségesebb rajongói. Az óévi egyik utolsó fülelőben nagyon-nagyon-nagyon leeszettük a keresztül a Bulletről, és pár fiatal rajongójuk síkra szállt a csapatért. És ez tök jó, ez az, igen, hogy, csak... hogy van még két Bullet rajongó az országban. Gyerekek, de stílus, jó? Stílus. Kultúra. Tényleg ennyit szeretnénk kérni. Kultúráltan észérvekkel cseréljünk véleményeket, és mi mindenben benne vagyunk. Igen, hallgatunk arra is véleményeket. Ennyi, és a jövőben nem is szeretnénk foglalkozni az ilyen kommentekkel, tehát ha ezekre nem érkezik válasz, az azért van, mert erre mit lehet mondani? Tehát elengedjük, elolvasjuk, tudomásul vesszük. Jó, ennyi. A miénk is egy vélemény, tehát ugyanolyan vélemény a miénk, mint a tiéd. Annyi a különbség, hogy mi kiülünk kamera elé, és nyilvánosan pofázunk. Tehát ha nem érdekel, akkor tekerj tovább. Figyelj, ne, van egy jó ötletem. Szóljatok, hogy eljönnétek ide, és csinálunk egy kerekasztal beszélgetést, és megvitatjuk. Komolyan, nyugodtan írjatok, hogy mikor jönnétek, és összeülünk, és megbeszéljük azt, hogy a Bullet miért jó, vagy miért nem jó. Igen. Oké, ezen túlléphetünk szerintem. Szóval ezzel nem szeretnénk az új évben foglalkozni. Mivel szeretnénk? Egészen sok tervünk van az idei évre. Egyrészt meg fogjuk majd egy kicsit variálni a stúdiót, úgyhogy amikor majd új hátteret láttok, meg új berendezési tárgyakat, akkor az a mi érdemünk. Egy próbateremben vagyunk, tehát azt nevezzük stúdiónak egyébként. A jelen kellékeket felhasználva fogunk egy új kis kuckót, egy új kis felvelő részt építeni magunknak, mert valahogy nem érezzük az igaznak azt a kávéfőzőt, meg azok. Pedig az egy tök jó kávéfőző. Én nem kétlem, csak... Egyébként. Nem kétlem, csak... Mondjuk én nem szeretem a kávét. Mindegy, nem lényeg. Szóval... Itt volt, itt maradt, kész. Egyelőre ennyit kell tudni róla. Igyekszünk, hogy ne legyenek ilyenek, tehát hogy zenével kapcsolatos dolgok legyenek, mivel próbaterem nincs belőlük hiány, úgyhogy meg. Nagyon fontos, ha a hangszerek vannak a háttérben, az nem biztos, hogy tudunk is játszani rajta. Tehát... Igen, igen. A tartalomgyártás része viszont egy egészen más tészta. Abba egy kicsit bele tudtatok tekinteni, hogy mik is a mi elképzeléseink. Tehát voltak sasolók, voltak frisselők, és voltak a kibeszélők, meg voltak a nagy témák. Ezeket annak is keressünk valami nevet az ügyben. A nagy témának? Jó, az a... Dumáló. Pont ez jutott eszembe. Akkor a dumáló. Akkor dumáló. Kész. Szeretnénk megtartani a heti frisselőket, az egyértelmű. Igen. Ami történik, és hirtelen be kell számolni róla, ezek egyrészt minket is érdekelnek, másrészt talán ti is kicsit átsiklotok felette, és így, hogyha összefoglaljuk nektek hétről hétre, akkor hát, ha mindenkinek könnyebb. Igen. A másik, a fülelő, az amikor lemezeket hallgatunk, és elmondjuk a privát, személyes véleményünket, tehát véletlenül se azt, amit nektek gondolni kell róla, csak azt, amit mi gondolunk róla. Igen.
aztán lesz még itt sasoló, igazából azt nem tervezzük túl sokra, mert nyilván az a faszlengetős vége a YouTube csatornán. Viszont van egy-kettő olyan, amit már le is forgattunk, és majd jönni fog, amit egyszerűen muszáj volt együtt megnézni. Igen, előkaptunk mindannyian pár gyöngyszemet a másik szórakoztatására, és ezek ilyen adok-kapok jelleggel fognak menni, de itt is várjuk a ti segítségeteket, tehát hogyha van olyan klip, amit szerintetek látnunk kell, vagy csak hallani akarjátok, hogy visítunk rajtuk, akkor nyugodtan küldjétek el, linkeljétek be, és majd megnézzük együtt. A negyedik, a dumáló, ami végül is a nagy beszélgetéseket takarja, amikor egy-egy zenei témát kiválasztunk, és arról megosztjuk a véleményünket, alátámasztjuk pár ellen és pro és kontra példával. Ebből tervezünk majd olyan kerekasztal beszélgetéseket is, amikor meghívunk egy pár ismerőst, és kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre is. Igen. De ha valaki szívesen eljönne, akkor nyugodtan szóljon, jöjjön és beszélgessünk. Meg ha van ötletetek, hogy mi az a zeneipari téma, amiről szívesen hallanátok, akkor mondjátok, beleásunk és mondjuk. Igen. Emellett van még egy ötödik pont, aminek még nincsen neve, de lesz. Idén valószínűleg egészen sok koncertre el fogunk jutni, és mindenképpen szeretnénk egy kis betekintést magába a koncertbe, és egy ilyen előtte-utána véleményezés, hogy mit várunk, mit kaptunk című dolog. Ennek kerítünk majd egy nevet, ha van ötletetek, nyugodtan jöhet. Bulizó. Az is jó lehet. Meglátjuk. De javaslatokat várunk még egyébként. Így van, és akkor kisorsolunk majd valamit. Nem, a kávéfőzőt kisorsoljuk. Használt Aurora spengetővel együtt ajándék. Van. Kaptam a Vigitől. Nagyjából ennyit szeretnénk erre az évre. Meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Mi baromira izgatottak vagyunk. Kösz, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy ezután is itt lesztek, és mindenki hoz magával még egyet. Tartsatok velünk 2019-ben is, sziasztok! Szevasztok! A negyedik része ugye a nagy beszélgetések, aminek a dumáló nevet fogjuk adni, vagy adtuk már. Még két egyszer. Két perccel ezzel. Oké. Ez is majdnem.